Ez itt az Isten élmények sallang nélkül podcast. Valódi emberek igaz történetei, Isten élményeikről és az életről. Tóth Fazekas Andrá vagyok. Ebben az adásban vendégem Bárdos Júlia művészettörténész, bútorfestő. Legtöbben Lackfi János költő feleségeként ismerik, akivel 30 éve él házasságban, 6 gyermekük van. Most mégsem a nagycsaládos életről vagy a házasságáról kérdezem, hanem arra vagyok kíváncsi, milyen a kapcsolata Istennel. Kedves Júli, köszönöm, hogy beszélgetünk. Én is köszönöm szépen. Most reggel 7:30 van, és azért ilyen korán beszélgetünk, mert a legkisebb lányotok még alszik, és most tudsz arra időt szakítani, hogy egy picit elmerüljünk egy ilyen beszélgetésben. Igen, igen, most nem jár óvodába, mert úgy ítéltük meg, hogy most, ha megtehetjük, akkor jobb, ha itthon van talán ezekben az űrzavaros időkben. Igen. Azt nyilatkoztad valahol, hogy olyan régóta vagytok együtt Jánossal, hogy sok mindenről már azt sem tudjátok, hogy kivel történt meg pontosan, annyira együtt élitek át a dolgokat. Mégis, ha most azt kérdezem, hogy mi az első olyan élményed, emléked, amikor te bizonyos vagy arról, hogy neked Isten bemutatkozott, ami csak a te élményed? Az elsőre gondolsz? Uh-huh. Hű. Az mikor volt egyáltalán? Nagyon messzire kell visszamenni? Hát igen, most ez az elsővel így zavarba jöttem, mert én nekem nem volt az életemnek olyan korszaka, amikor ne éreztem volna közel magamhoz Istent, vagy hogy talán nem jól fogalmazok, tehát amikor így a hitem elvesztettem volna, tehát hogy mondjuk ezek a kamaszkori ingadozások, hogy ezek nekem kimaradtak, és most gondolkozom, hogy gyerekkoromban tehát hogy lehet, hogy inkább mondok ilyen felnőtt korit, jó? Jó, de a te gyerekkorod egyébként úgy nézett ki, hogy vittek a szülők a templomba, mentél velük, és ez egy természetes dolog volt, hogy Isten van? Igen, igen, tehát én katolikus családba születtem, 7 vagyunk testvérek, és akkor igen, ebben éltünk, ebben nőttünk bele. Tehát nekem gyerekkoromnak talán a meghatározó élményei azok az ilyen vacsora látogatások, meg ebéd látogatások, amiket az édesanyám szervezett, főleg különböző egyházi vendégeink voltak, tehát szerzetesek, papok, de nagyon sokféle, meg eleve van egy bencés szerzetes nagybátyám is, aki Győrben bencés szerzetes Orestész atya. Nagyon szeretünk, és tehát nekem meghatározó volt az, hogy nagyon sok ilyen hiteles embert láttam, én nagyon szerettem ezeket a vacsorákat, még nagyon szerettem velük beszélgetni, meg hallgatni őket, és hát valahogy, meg a nagyon sok szép emlékem van arról, hogy édesapám beszélget velem ilyen dolgokról, hogy Istennel kapcsolatos dolgokról, vagy például a nagymamám, az anyai nagymamám, mert az apai nagymamámat sajnos nem ismertem, de az anyai nagymamám is mesélt nekem ilyen misztikus élményeiről, amik nekem így nagyon meghatározóak voltak. De arra emlékszem, hogy az egyik ilyen hát fiatalkori, ilyen nagyon alapélményem az volt, hogy elhatároztam, hogy éjszaka föl fogok kelni imádkozni, mert ugye nagyon hamar házasodtam, 18 évesen, 19 évesen megszületett az első baba, és aztán jöttek sorba, így az egyetem közben, és hát egyszerűen képtelenség volt napközben időt találni a csöndes imádságra, mert hát ott volt körülöttem a sok gyerek, plusz az egyetem, plusz a minden, és akkor kitaláltam, hogy nem baj, akkor majd éjszaka föl kellett. És ezek ilyen, hát ilyen félálomban imák voltak, mert hát alig bírtam ébre maradni. Emlékszem, hogy egyszer térden állva elaludtam, mert kitaláltam, hogy akkor térden állok, hogy ne aludjak el. És akkor arra ébredtem, hogy leestem. Térden állva. Szóval, hogy így egy kicsit ilyen, tehát ilyen küszködős volt ez az ima életem, de arra emlékszem, hogy nagyon fontos élményem volt, hogy
hogy a keresztet oda vettem magamhoz, és ahogy így fogtam, hogy elkezdett forrótni a kezembe. Ezt sose fogom elfelejteni, és annyira döbbenetes volt, hogy én csak sírtam. És egyszer a Jani fölkelt, és kérdezte, hogy mi bajom, és mondtam, hogy fogja meg, hogy forró, hogy felforrósodott ott a szívénél a Krisztus test. És nagyon forró volt. Ez nekem egy olyan, amit sose fogok elfelejteni, ez egy ilyen fiatalkori korai, ilyen nagyon meghatározó ilyen találkozás volt. Szóval, hát semmi más nem éreztem, csak ezt a hatalmas szeretetet, de hát az minden. Ha ne nem kell több. Igen. Szóval hogy az nekem így nagyon fontos. Hát aztán később, vagy meséljek későbbiek. Most tudod, mi jött eszembe? Persze, majd igen, de hogy erről a tapintásról, vagy mondtad, hogy így érezted, hogy ugye a mostani munkád is azt hiszem, hogy éppen azzal foglalkozol, hogy egy Árpád-kori templomnak a mennyezet kazettáit fested? Tehát, hogy az is hát valami az... ilyesmi, hogy ilyen ez a tapintás valahogy most eszembe jutott, hogy így a munkád közben van egy ilyen belső életed Istennel? Hát az biztos, tehát nekem ez a bútorfestés, ez abszolút Istenről szól, tehát arról ismerni meg a bútoraimat, hogy ilyen igékkel írom tele, tehát hogy mindig az a fénypont, tehát mindig azt hagyom a végére, mindig hagyok egy üres ilyen táblarészt rajta, és akkor oda igéket írok, és azt szeretem a legjobban, hogy én szép betűket ecsettel, és egy olyan részt, ami engem nagyon megérintett, valami olyan bibliai égeverset odafestek. Amúgy sajnos ez az Árpád-kori templomos munka, ez most már nincs, mert a vírus azt is így elsodorta, de a sói templomnak, a szentélyének a kazettáit tudtuk megfesteni, az 16 kazetta volt. 15-16 kazetta. Az nagyon szép munka volt, ez egy évvel ezelőtt volt, csak aztán tavasszal folytatódott volna, és akkor jött a vírus. Igen, ezt már ismerjük, igen. Úgyhogy ez most így nincsen, de hát van helyette más. De egyébként a jól érzett, tehát hogy nekem nagyon fontos az érintés, és ezt a Jóisten nagyon tudja, hogy kihez hogy közeledjen. Tehát hogy én nagyon sokszor érintésen keresztül találkozok vele. Tehát olyan szintekig, hogy mondjuk volt egy időszaka az életemnek, amikor elhatároztam, hogy minden nap föl fogok menni a házunk fölött magasodó hegy tetejére, vagy hát mi a hegy oldalában vagyunk, a Gerecsében lakunk, és kitaláltam, hogy teljesen mindegy, milyen idő van, minden nap egy másfél órát fönt fogok tölteni, mert hát olyan nagyon rosszul állapotban voltam lelkileg, meg én kicsit ilyen depressziós, és akkor azt éreztem, hogy ott tudok gyógyulni, meg hogy tudok igazából imádkozni, meg találkozni Istennel, és akkor olyan sokszor volt az, hogy akár a napsütés, akár a szél, tehát hogy annyira, tehát úgy éreztem, hogy egy érintés lenne, tehát hogy így annyira kedvesen tud Isten mindennel bánni, ami a teremtménye, vagy például én a szent áldozást is sokszor egy ilyen érintésnek élem meg, hogy hát az is egy ilyen hihetetlen gyengéd érintés, se tulajdonképpen az Istennek. Az valami kézzelfogható, érezhető lenyomata. Igen. Úgyhogy... No, a bibliai igéket hoztad szóba. Olvasol-e, vagy mondasz egy igét, ami neked nagyon kedves? Milliót tudnék, de mondjuk most elsőre, ami nekem egy ilyen alapigém, ez az Izaiásból a nézd a tenyeremre rajzoltalak. De mindig nagyon szerettem rajzolni. És akkor, amikor ezt olvastam, akkor az így tudtam, hogy ez most nekem szól. Hát meg ez mindig... megint a tenyér, az érintés. Igen, és amikor ezt így olvastam, így elém került, akkor tehát azóta mindig így látom magamat, hogy oda vagyok rajzolva a tenyerére az Istennek. De a gyerekkoromnak is az egyik ilyen nagyon fontos evangéliumi története, ez a vérfolyásos asszony.
És az is az érintésről szól, hogy ő ugye azt gondolja, hogy ha csak megérinti Jézus ruhája szegélyét, meg fog gyógyulni, és hogy Jézus megy a tömegbe, és nyilván 25 ember egyszerre érinti a maga módján, tehát hogy lögdösödnek, tülekednek, nem tudom, és hogy Jézus megérzi azt az egyet, aki máshogy ért hozzá. És hogy nekem ez a történet is annyira erről szól, hogy az érintésnek, tehát hogy azzal milyen mélyen lehet kommunikálni, tehát hogy mennyire benne tud lenni egy érintésben a legnagyobb szeretet. És hogy ezt azonnal megérzi az, aki mondjuk erre van ráhangolva. Mm-hmm. Nekem az édesapám volt egy ilyen nagyon gyengéd valaki, és ő nagyon, tehát ő nagyon, nagyon sok szeretetet tudott adni az érintésével. Szóval én nagyon nagy ajándéknak élem meg. És ez hát bennem így csapódott le. Hogyha tudjuk, hogyha valaki kedveskedni akar neked, akkor mi a te szeretett nyelved, azt most már tudjuk. Ja, de azért ez még így... nem azt jelenti, hogy akárkitől várom az érintést. A családon belül, igen. És akkor nagyon érdekes az a vonal is, hogy gyakorlatilag egy olyan betegséged volt, ami szintén a kezeddel kapcsolatos, a depresszió mellett, és mondhatom, hogy ez egy csodás gyógyulás volt, amin keresztül mentél, vagy ez a legintenzívebb Isten élményed? Hú, hát az egyik nagy intenzív Isten élményem, igen. Igen, ez a depressziós korszakomban volt, hogy hát ez tulajdonképpen egybe esett sok minden abban az időszakban, ami nekem nagyon nehéz volt. Az egyik, hogy ugye felnőtt 5 gyerek annyira, hogy már nem volt ilyen olyan szinten szükségük rám minden pillanatban, ahogy mondjuk egy kicsi gyereknek. Tehát így mindegyik iskolába járt, az 5-ből 4 kamasz volt. Pluszba én is akkor, most ezt utólag tudom, akkor nem érzékeltem ezt, de én a saját kamaszkoromat akkor éltem meg, nekem valahogy kimaradt a kamaszkor az életemből, és hát olyan nincsen a lélektanban, hogy egy életszakasz kimarad, és akkor az nem lesz, hanem akkor az visszajön máskor. És hát valamiért akkor én így, hát ilyen 38 éves voltam körülbelül, amikor hát így nem tudtam, mi a bajom, most utólag tudom, hogy az, hogy kamasz voltam. Úgy, hogy közben 4 kamasz kellett volna itthon erősítgetnem. És pluszba el kellett adnunk azt a házat, amit nagyon-nagyon szerettünk, és előtte 2 évvel újítottuk fel. De hát egy ilyen svájci frank alapú hitel volt, ami akkoriban volt az, hogy így elszálltak a hitelek, és hát így nem tudtuk volna fizetni. Tehát, hogy a 45 ezer forint volt a havi részlet, és addigra 90 ezer lett. Tehát már duplájára fölment a havi részlet, mert úgy elszállt a svájci frank a forinthoz képest, és hát el kellett adnunk, és aztán hát egy ilyen bonyolult, hosszú történet, a vége az lett, hogy építkeztünk külterületen. És amikor megépült, nagyon élveztem az építkezést, mert nekem az egy ilyen alkotói folyamat volt. Tehát, hogy én nagyon élveztem, hogy valamit én találok ki, és megépül, és nagyon-nagyon szerettem. De aztán, amikor beköltöztünk, akkor azzal szembesültem, hogy fölépítettem a saját börtönömet. Ezt így fogalmaztam meg akkor magamnak. Tehát, hogy egy nagyobb ház lett, mint az a régi. Az a régi igazából nagyon kicsi volt, és egy hatalmas kertet, 2000 négyzetméteres terület, tehát 500 négyszögöl, tehát hogy nagyon, tehát nekem ezzel eddig nem volt dolgom, én egy városi lány vagyok, én nem tudtam, mivel jár 500 négyszögölnek a gondozás, a gyümölcsfákkal, szőlővel, mindennel. És rájöttem, hogy ezen túl semmi más nem csinálhatok, majd csak takarítok és kertet gondozok, és amire a legjobban vágytam a bútorfestés, hogy akkor az elúszott kész, ezt soha, akkor így éltem meg, hogy én kész elrontottam. És akkor így nagyon, hú, hát és közben persze az 5 gyereknek azért hát rengeteg ilyen házi munka hozadéka van. És akkor hát így minden nap a fél napot végig sírtam. És közben a jobb kezem,
inhüvelygyulladást kapott, de hát ilyen nagyon fájdalmas inhüvelygyulladást, és én jobbkezes vagyok, tehát minden házi munkánál iszonyatosan fájt a kezem, de nem tehettem meg, hogy nem csinálom a házi munkákat. És már volt, hogy már hónapok óta tartott ez az inhüvelygyulladás, és volt, hogy beraktam a kályhába, a parás fölé a kezem, hogy hát, ha a melegtől majd így jobb lesz. Szóval, hogy annyira fájt, hogy nem tudtam, mit csináljak vele. És akkor aztán egyszer eljutottam, hát ugye véletlenül ez a macska körembe, mert ugye a véletlen az az Istennek az egyik fedőneve. És hogy, tehát eljutottam a Koret Lumen Christi közösségnek a gyógyító ima alkalmára, ami hát lehet, hogy az első ilyenjük volt, most nem is tudom. De minden esetre ilyen nagyon az elsők közötti alkalom volt, a Magyar Szentek templomában volt Budapesten, és hát ott így úgy ment az ima alkalom, hogy így megkérdezték, hogy hát ki az, akinek a, nem tudom, a végtagjaival van betegsége, és hát föltettem a kezem, hogy hát nekem fáj a jobb kezem nagyon, és akkor így mondták, hogy jó, akkor most őértük imádkozunk, és így szétszélettek így a mindenféle ilyen közbenjáróik, és hát oda jött hozzám is egy hölgy, és akkor odaállt mellém, és így imádkozott a kezemért, és utána mondták az ima után, hogy hát ez csak pár perces ima volt, ilyen csöndbe, és utána mondták, hogy akkor most mindenki próbálja ki, hogy még mindig fáj az a végtagja, amiért imádkoztak. És hát én így elkezdtem mozgatni, és éreztem, hogy nem fáj. És akkor mondták, hogy hát akkor, ha van olyan, aki úgy érzi, hogy meggyógyult, az jöjjön ki, és mondja el az egész templom előtt, de ez egy hatalmas templom, dugik tele emberekkel. Mondtam, hogy hát az biztos, hogy nem. És akkor olyan csalódott volt a szegény hölgy is, hogy hát menjek ki, hát mondjam el, hát ez egy csoda. És mondtam, hogy nem, én ki nem megyek. És ott ült mellettem a két kamaszlányom, akik kérdezték, hogy de tényleg nem fáj, mondom, tényleg. És nem mész ki. És láttam a szemükbe, hogy ha én most nem megyek ki, akkor elvesztettem a hitelemet, szóval kész. Hogy ők akkor olyan szinten megbotránkoztatom őket, hogy ezt így nem engedhetem meg magamnak. És akkor végül így kimentem remegve. És rögtön kilöktek a mikrofon elé, hogy hát ez olyan jó történet, hogy ezt akkor most mondjam el. És így kiálltam az egész templom elé ilyen lesütött szemmel, sírva és remegve, és valahogy elmakogtam, hogy nekem hónapok óta nagyon, vagy fél éve fájt már akkor a kezem, hogy nagyon fájt a jobb kezem, inhüvelygyulladásom van, és hogy most nem fáj. Hát ennyit bírtam mondani. Uh-huh. És miért sírtál, Júli, egyébként? Hát ez nagyon megérintett az egész, meg egyébként meg hát nagyon nem voltam abban az állapotban, hogy így kiálljak, így 500 vagy nem tudom hány ember fér be abba a templomba, de 500 biztos. Tehát ilyen vegyes tehát, volt akkor ez, hogy ami igen. Sírt. Igen, meg hát ez, tehát hogy igazából, tehát még bennem volt, tehát ez az inhüvelygyulladás szerintem tehát egy kicsit egy ilyen fizikai megjelenése volt egy ilyen lelki rossz állapotnak. Tehát, hogy már nem bírtam adni. Tehát, hogy addig adtam, és nem vigyáztam arra, hogy töltődjek is. És szerintem erről, nekem az, most az én fejemben erről szólt az inhüvelygyulladás, hogy már nem bírtam adni. Tehát, hogy akkor már 20 éve házasok voltunk, és nekem a házi munkáról szólt az életem, és már így nagyon vágytam volna olyasmire is, ami engem feltölt. Tehát olyan munkára, amitől így, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy tehát igen, ahol egy kicsit így a kiélhetem a kreativitásomat. De közben azért vagyok így zavarban, mert közben én a házi munkákba is mindig belevittem egy kicsit a kreativitást, meg mindig úgy csináltam, hogy élvezzem, meg nem tudom. De hát azért házi munka az házi munka. Hát igen, de sok ilyen nagycsaládos nőnél tapasztalom ezt, hogy valahogy nincs idő megállni talán, vagy így tudatosítani azt, hogy én is vagyok, és most nekem mi az, ami esetleg nem esik jól már, vagy túl van azon a határon, tehát hogy feloldódnak így az anyák, a feleségek ebben a sok gyerekes, nagy családos életvitelben, mert ugye hát menni kell, kelni kell, indítani kell mindenkit,
és hogy valahogy eltűnik a személyiség, talán nem, és Istennek talán nem ez a terve egy feleséggel, egy anyával, hogy végleg feloldódjon. Hát nagyon fontos az, hogy igen, hogy ki megtalálja azt, hogy hol tud töltődni, de közben meg tehát azóta én nagyon sok ilyen vezetést kaptam a jó Istentől, hogy ez mennyire fontos amúgy ez a szolgáló szeretet. Tehát, hogy ez a Máriának a lelkülete, a Szűz Máriának a lelkülete. Szóval, hogy egyszer így ki is mondtam, hogy én igazából, tehát hogy én most egy ilyen háttérember vagyok, hogy a Janinak a háttérembere, hogyha így nézzük, meg a gyerekeim háttérembere, de hogy egyszer így kimondtam, hogy hát, hogy igazából én azt tanulom, hogy tudnék Jézusnak a háttérembere lenni. És akkor egyszer egy atya mondta nekem, hogy de ezen gondolkoztam, hogy ez mit jelent, és hogy Mária hogy élt, és hogy ő, hogyha takarított, akkor úgy takarított, hogy ezek a Jézus lábnyomai. És akkor ezt úgy takarította olyan szeretettel, hogy az Isten fia után takaríthat, meg az Isten fiának a ruháját moshatja, tehát hogy milyen szeretettel moshatta Jézusnak a ruháját, vagy hogy úgy főzött, hogy ezt az Isten fia fogja megenni. És akkor ez engem nagyon megérintett, és azóta minden házi munkában erre gondolok, hogy Jézusnak a ruháit mosom, mert hiszen a gyerekeinkbe, meg a férjünkbe ugyanúgy Jézust kell szeretni. Tehát, hogy én most, nekem ez annyira sokat adott, hogy minden házamunkát így csinálok most már, hogy arra gondolok, hogy ezt Jézus fogja megenni, ezt Jézus fogja fölvenni ezt a tiszta ruhát. És ez segít neked így egyben neked maradni, vagy? Abszolút. Tehát én nekem nagyon megváltozott a házi munkákhoz való viszonyom, bár egyébként, tehát mivel nekem egy ilyen nagyon szolgáló, szeretettel élő, nagyon áldozatos anyukám van, így azt hiszem, hogy az átlagosnál könnyebben vettem a házi munkáknak az áradatát, mert ugye ez van a nagy családban. De azért egy idő után, igen, elfáradtam, és kimerültem, és igen, tehát van, amikor az ember azt érzi, hogy olyan a házunk, mintha semmi se csinálnék. Tehát, hogy este végig gondolom, hogy reggeltől estig dolgoztam, és mit csináltam? Semmit. Dehogy nem. Igen, de hogy tehát olyan munkák, amik azonnal eltűnnek. Tehát, hogy megfőzöd az ebédet, megeszik, és utána mosogatsz, és kezdődik előről a vacsorával. És olyan, mintha nem csináltál volna semmit, vagy takarítasz, és utána jön egy kisgyerek, és a sáros lábával végigrohan, és kezdheted előről, meg igen, hát olyan klasszikus esetek, mint amikor a kisöcsém csinálta azt, hogy kikönyörögte, hogy egy zacskó ropit vegyen neki az anyukám, és nem tudtuk, hogy miért akarja, és elvonult a szobába, és a perzsa, tehát azt csinálta, hogy így lerágta a ropit félig, mintha cigarettázna, mert látta az utcán cigarettázni az embereket, és annál ledobta a fél ropit a perzsa szőnyegbe, és beletaposta, mint ahogy a csíket eltaposak, de mire ezt az egészet észrevettük, az egész perzsa szőnyeg be volt borítva a ropival, amit ő mind eltapott, mert annyira tetszett neki, hogy ezt csinálják a felnőttek az utcán. És az én gyerekeim is csináltak ilyeneket, hogy így, tehát amikor így kimondjuk a legrosszabb, amikor kibontják a hungarocellel töltött ilyen puffot, és akkor ez a hungarocell golyók, tudod, hogy itt sehogy se lehet ezt takarítani. Na szóval, hogy ilyen a házi munka, hogy megcsinálod, és este úgy néz ki, mintha semmit se csináltál volna. De közben azért látnak téged a gyerekeid, hogy te hogyan állsz hozzájuk. Tehát azért házi munka közben is szerintem van egy példaadás, vagy egy nevelés, egy tanítás, hogy óhatatlanul. Na, ez csak ennyi zárójelve. Nem, abszolút. Meg hát én próbáltam azt csinálni, meg most is úgy a legkisebbel úgy csináljuk, hogy így a házi munkát ilyen játéknak fogjuk fel, és akkor próbálom úgy alakítani, hogy nem tudom, amikor krumplit pucolunk, akkor azt jelenti, hogy azok kisbabák, és akkor leveszük a ruhátról, és ő fürdeti őket, és akkor szoktam ilyen kis arcot faragni a krumplinak, és ő boldogan fürdet. De ezt szoktuk csinálni, hogy így minden házi munkából valami játékot csinálunk, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen rossz kötelességnek éli meg bárki. Na, ez nagyon jó tipp volt. Na, és aztán
ugorjunk vissza ide az élményedhez, hogy megszűnt a kész fájdalom, és a depresszió is elmúlt, ugye ezt? Hogy szembesültél ezzel? Igen, hát az egy következő kör volt ugyanazon az alkalman, hogy miután imádkoztak a különböző testrészekért, utána azt mondták, hogy na hát akinek még van valami baja, amit nem mondtak, az még álljon be a sorba, és akkor azért imádkoznak, és hát akkor én beálltam azzal, hogy depressziós vagyok, illetve volt egy ilyen nőgyógyászati problémám is, amit hát most így utólag tudom, hogy annak is teljesen lelki oka volt, mert volt egy elvesztett kisbabánk a 4. és az 5. gyerekünk között, és akkor nekem nem volt, aki segített volna abban, hogy tudom ezt úgy megélni, hogy ne egy ilyen begyógyulatlan seb maradjon, mert ezek nagyon nagy fájdalmak, ezek a kisbaba elvesztések, és nem, én szerintem ezzel nem segít az anyukáknak senki ebbe, tehát hogy ez egy teljesen valódi gyász, egy valódi haláleset, és úgy csinálnak az orvosok, mindenki, mintha ez egy ilyen apróság, amin túl kéne lépni. Na és akkor én, tehát hogy én nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy fájdalom maradt, amivel nem tudtam mit kezdeni, és ebből lett egy olyan nőgyógyászati bajom, amivel nem tudtak se, ami egyáltalán nem tudtak rajta segíteni, illetve amit akartak volna kipróbálni rajtam, azt meg én nem akartam, mert nem tartottam etikusnak. És tehát ezzel a kettővel, a depressziómmal és ezzel a nőgyógyászati problémámmal beálltam a sorba, és akkor oda kerültem két imádkozóhoz, és elmondtam nekik sírva, még mindig sírva, hogy én nagyon depressziós vagyok, pedig amúgy én nem vagyok, tehát én egy ilyen vidám a valaki vagyok alapszinten, de akkoriban tényleg ilyen nagyon sokszor voltam ilyen sírós, szomorkodós, meg hogy van ez a nőgyógyászati bajom. És ott imádkoztak értem igazából, egy szóra sem emlékszem, hogy mit imádkoztak, csak arra emlékszem, hogy mint hogyha így leszakadt volna rólam egy ilyen kőszikla. Tehát, hogy akkora súly jött le rólam, hogy ezt nem lehet ezeket átadni. Tehát, hogy ezeket tényleg így fizikailag éreztem. És én úgy jött el onnan, mint akit kicseréltek. Tehát, hogy teljesen más, hogy éreztem magam. És Júli, amikor oda mentél, hogy imádkozzanak érted, akár az előző, akár a mostani esetet, hogy mondod, akkor benned mi volt? Tehát hit volt benned a gyógyulásra, vagy egy kiszolgáltatottan, csak egyszerűen oda mentél az embereknek, átadtad magad, hogy jó, hát akkor imádkozzatok, vagy mi volt a belsődben? Az az igazság, hogy én mindig nagyon, én kicsi gyerekkoromtól az Új Szövetséggel aludtam, minden este olvastam az Új Szövetséget, és mindig imádkoztam a rózsafűzért is, minden, de én eddig az alkalomig nem fogtam föl azt, hogy amit Jézus csinált 2000 évvel ezelőtt, az most is megcsinálja, mert hogy ő él. Tehát, hogy valahogy ez az élő Jézus, ez ott ővele ott szembesültem, tehát, hogy én nem gondoltam rá, hogy meg fog gyógyulni a kezem komolyan, de nem azért, mert hitetlen voltam, hanem mert ezt nekem eddig senki nem mondta. Pedig katolikusként nőttem fel, de senki nem mondta azt, hogy Jézus, hogyha akar, akkor most is odalép, és azt mondja, hogy gyógyulj meg. Tehát, hogy igazából a kétségbeesés vitt engem oda, hogy hát ha imádkoz, tehát hogy azt tudtam, hogy az jó lesz, ha imádkoznak értem, de ezt nem, tehát, ezt én szerintem el sem képzeltem volna, hogy ilyen van, hogy egyszerűen ott egy szempillantás alatt minden elmúlik. És aztán a nőgyógyászati bajommal is az volt, hogy két hét múlva szembesültem vele, hogy az is már sokkal jobb lett. Aztán ez egy hosszú folyamat volt, amíg teljesen begyógyította ezt a sebet a Jóisten, és méghozzá úgy, hogy még egyszer elvesztettem egy kisbabát, akit ráadásul ő kérte, hogy legyen, és akkor az... Tehát, hogy visszavitte ebbe a helyzetbe,
És akkor megmutatta azt, hogy ezek a babák élnek, és hogy velem vannak. Szóval, hogy olyan szinten találkozhattam velük egy szentségimádáson, hogy éreztem, hogy ide simulvak az arcomhoz. Tehát amikor ott sírtam, és mondtam, hogy annyira szerettem volna megfogni, meg megölelni ezt a kisbabát, és akkor éreztem, hogy ide simul, és tudtam, hogy az ő. És azóta is nagyon sokszor kaptunk ilyen kis jeleket tőlük, hogy mennyire velünk vannak. És hogy mondta hogy neked Isten, hogy legyen ez a kisbaba? Azt mondtad, hogy ő kérte, hogy legyen. Jaj, ez már megint egy újabb történet. Valami igét kaptál, vagy valami más vezetést? Hát, honnan kezdjem? A Szentlélek szemináriumra beiratkoztam. Ez már egy olyan, hát nem is tudom, egy évvel, két évvel azután volt, hogy a kezem meggyógyult, meg ez a depresszió elmúlt. És a Szentlélek szemináriumra nem tudom, hogy mennyire magyarázzam, ez egy ilyen talán 7-8-9 hetes kvázi tanfolyam. Hetente egy alkalommal összegyűlünk, és ott milyen megosztások vannak, és kis tanítás van, meg együtt imádkozás, és egyébként meg minden napra kapunk feladatot. Konkrétan azt tanuljuk, hogy hogyan beszél Isten a Biblián keresztül hozzánk. Tehát azt szeretnék közelebb hozni az emberekhez, ez a Szentlélek szeminárium, hogy észrevegyék, hogy Isten most is szól, tehát hogy a Biblia az nem egy halott szöveg, amit valamikor leírtak pár ezer évvel ezelőtt, attól függ melyik részét, hanem hogy ez egy olyan, az Isten szava az élő, és folyamatosan beszél. Most is alkalmazandó. És igen, és most is, tehát most is szól hozzám belőle, teljesen konkrétan az én életemről, a kérdéseimre tud válaszolni. És akkor ezt a Szentlélek szemináriumot végigcsináltuk, ez nekem egy ilyen átütő élmény volt, mert úgy kezdődött, hogy én akkor voltam ugye túl ezen, hogy a jobb kezem inhüvelygyulladása meggyógyult, és előtte az építkezésünk az úgy kezdődött, hogy megvettünk egy ilyen hegynek az oldalába egy telket, amin nem volt semmi, se víz, se villany, se semmi, csak ilyen nyakig érő gaz, gyümölcsfák, meg elvadult szőlő. És akkor gondoltuk, hogy bevezetjük a vizet, kiderült, hogy azt nem lehet, és akkor mondtuk, nem baj, akkor fúratunk kutat. Kijött a kútfúró, és mondta, hogy hát itt ebbe az utcában már ő három helyen feladta, és itt nincs víz. És akkor mondta, hogy nem baj, hát azért megpróbálja, majd hív. És akkor én úgy jöttem le a telkünkről, hogy hát tönkretettem a család életét, mert ez, hogyha nem lehet vizet találni rajta, akkor ez egy értéktelen telek, amin nem tudunk építkezni, és kész, és tönkrement a család, és ezt az egészet én csináltam. És akkor a kútfúró egy fél nap múlva fölhívott, hogy most azonnal jöjjek föl így déltájba, vagy fél kettő volt, azt hiszem. És tekertünk föl a nagyfiammal, mint az őrültek a biciklivel, és én leizzadva, lihegve megérkeztünk, és mondta a kútfúró, hogy ő ilyen kutat nem tudja, mikor talált utoljára, hogy 33 méter mély, ez sem mellékes. és hogy ebből még az unokáink is inni fog, hogy ez olyan víz. Hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen hamar el is következik az, hogy az unokánk, most már négy unokánk van egy pillanat alatt. Na minden esetre. Proféta volt. Tehát, hogy igen, hihetetlen volt. És, na és akkor ez a két esemény, ezek voltak a friss élményeim, és akkor az volt az első szöveg, amit kaptunk hát leckének, hogy gondolkozunk rajta, hogy ugyan hogyan szól ez a mi életünk most. Ez a szöveg, az úgy hangzott, hogy én ragadtam meg a jobb kezedet, és én fakasztottam vizet a száraz hegy oldalba. És akkor így, én emlékszem, hogy le voltam sokkolva. Tehát, hogy így nem volt mind gondolkozni, hogy ez miért nekem szól. És utána ez volt végig, tehát egy gyakorlatilag minden nap az adott szövegek teljesen nekem szóltak, és ez azóta tart ez a folyamat, tehát, hogy így azt érzem, hogy ilyen hihetetlen, hogy milyen intenzíven beszél Isten a Szentíráson keresztül. És ez volt a Szentlélek szeminárium, eltelt a nem tudom már, 7-8 hét, és akkor a Szentlélek szemináriumnak van egy olyan része, amikor
azért átkoznak, hogy hogy a szent lelket megkapják az ott résztvevők, és hogy legyen erejük evangelizálni, vinni tovább a jó hírt a világba. És akkor ott, amikor imádkoztak értem, akkor az egyik imádkozó azt mondta, hogy 6. gyerek. De ő nem tudott rólam semmit, nem ismert engem. Uh-huh. És én megültem, hogy hát én egy kicsit megfagytam. De csak oda ment hozzád imádkozni, és akkor kapott valamit? Tehát így egyenként leültünk egy székbe, és akkor imádkoztak értünk, és akkor mindenfélét mondtak, amit úgy érezték, hogy így mondaniuk kell. Tehát igen, mint hogy a Szentlélek mondatot adjuk. És akkor ez volt az egyik, ez a 6. gyerek. És akkor én azt gondoltam, hogy ez biztos tévedés, de közben hát annyira egyet, mert nem tudtak rólam semmit, nem tudták, hogy 5 gyerekem aha. van. És akkor így próbáltam magyarázni, hogy az volt a 6. gyerek, akit elvesztettünk, hogy nem, persze, de egy időtán éreztem, hogy ezzel van mit csinálni. Tehát, hogy ez nem véletlen. És akkor hát elindult egy folyamat, amit most nehéz röviden elmondani, ami, tehát, hogy egyszerűen a házasságunkat is megújította ezzel a mondattal az Isten. Tehát, hogy így, hogy szembe kellett néznünk azzal, mert én akkor már nem szerettem volna több gyereket. Nekem úgy éreztem, hogy ez az 5, ez így elég. És addigra pont elkezdtem festeni, és annyira örültem, hogy festhetek, és hogy valóra vált az az álmom, amit már nem tudom, 20-akárhány éve vártam. És hogy így rosszul voltam a gondolattól is, hogy most nekem még egyszer újra babázni, és pedig nagyon szeretem a babákat, meg a kisgyerekeket, tényleg rajongva szeretem, de az akkor valahogy akkor nekem így nagyon nehéz gondolat volt, és akkor így a Janival kezdtünk beszélgetni, és így nagyon nagy áttörések lettek a kettőnk kapcsolatában, és ebből a mondatból kifolyólag, hogy tehát én akkor éreztem először, hogy a Jani igazán beenged például az ő belső világába. Addig mindig azt éreztem, hogy van egy fal, aminél beljebb nem tudok menni. Tehát, hogy így nagyon védi magát. És akkor volt először, hogy azt éreztem egy ilyen nagy beszélgetés alatt, hogy így valami, tehát, hogy így van egy ajtó, ahol bemehetek. Meg hogy így magunkba azt kellett tisztázni, hogy most tényleg ezt így elhisszük, hogy Isten az élet ura, tehát hogy a gyerekeinket ő adta, és nem mi terveztük, vagy nem terveztük, hanem hogy ez az ő terve volt, tehát hogy aki amikor született, az igazából teljesen az ő terve, és ő akkor ad életet, amikor akar, és akkor nem ad, amikor úgy látja jónak. És szóval, hogy így el kellett jutnom arra a döntésre, hogy igen, hogy mindent átadok. Tehát, hogy ezt is átadom, hogy ő, ha jónak látja, és hogyha nagyon szeretné, hogy még valaki megszülessen, akkor azt én annak nem állhatok az útjába. És ez egy nagyon kemény döntés volt, úgyhogy nagyon-nagyon... Tehát így el kellett siratnom egyenként a festékeimet, meg... És amikor, de ez most így utólag olyan nevetséges nekem, de akkor ez nekem véresen komoly volt. Tehát egyenként így elmentek a szemem előtt a festékeim, hogy ezt se fogom használni többet. És így, tehát ugye nekem egy komoly, nagyon komoly ilyen fájdalmas döntés volt, hogy igen, hogy mindent átadni, hogy még ezt nem adtam át az élethez való viszonyom, az új élethez a viszonyomat, és akkor, és amikor ki tudtam mondani erre az igent, akkor az nagyon-nagyon nagy ajándék volt így a kettőnk kapcsolatában is, és saját életemben is, és az az érdekes, hogy mégsem jött baba egy fél évig. Hmm. És amikor eljutottam oda, hogy már vágytam is volna rá, pedig lehetett volna. Tehát egy pont azt megmutatta a Jóisten, hogy ő tudja, hogy mit, mikor, miért csinál. És amikor már vágytam rá, hogy legyen, hogy nem értettem, hogy most miért nem lesz kisbaba, akkor fél év után egyszer csak jött. És akkor hát tudtuk, hogy hát most ezt az Isten akarja, ezt a kisbabát, mi lesz ő belőle, jaj, nagyon vártuk, és a harmadik hónapi, tehát ez a 12 hetes nagy ultrahangra, már bevittem a Janit is, hogy majd láthatja, milyen aranyos, és akkor ott az orvos mondta, hogy
hogy hát semmi jót nem mondhat, ilyen nagy csönd volt, tehát nem volt szívdobogás sem, és én biztos voltam benne, hogy ez tévedés, és mondta, hogy ez a baba nem él. És ez egy ilyen, hát egy ilyen hihetetlen sokkoló dolog volt ott akkor, és amikor meg ráadásul ennek nem nagyon volt jele, tehát hogy nem, azt hittük, hogy él. És még amikor mentem a műtétre, és ki kellett műteni belőlem, még akkor is rettegtem, hogy valami tévedés van. És az annyira rendes volt az orvosom, hogy látta a szemembe, hogy valami baj van, hogy én nagyon félek. És azt kérdezte, hogy elvigyelek még egyszer ultrahangra, és mondtam, hogy igen. És akkor elvitt, és mutatta, hogy most már elhiszed, hogy nem él. Tehát egyszerűen észrevette rajtam, annyira hálás vagyok ennek az orvosnak, hogy van ilyen orvos, aki ennyire tud figyelni egy nőre. Tehát én, ha nem vitt volna el akkor az ultrahangra, akkor szerintem máig gyötörne a lelkismeret, hogy nehogy az legyen, hogy élt, csak rosszul látták. Na minden esetre ennek a babának a kapcsán így az egész hitem ilyen új alapokra került. Tehát, hogy eljutottam egy ilyen nagy mélypontra, sírva kiabáltam Istennel, hogy ő egy olyan Isten, aki szereti kínozni a gyerekeit, ezeket mondtam neki, és hogy hát nézze meg Jézussal is, mit csinált, hogy leküldte a földre, és végig élvezte, hogy halálra kínozzák meg. Szóval ilyen borzasztó dolgokat kijöttek belőlem. És utána, amikor ezeket így kiabáltam magamból, mert úgy éreztem, hogy én is egy ilyen marionettbáb vagyok, hogy így rávesz, hogy vállaljak egy babát, és utána egy ilyen borzalmas dologba belevisz. És azt hiszem, hogy előjött a 10 évvel ezelőtti vetélésemnek is ez a sok fájdalma, tehát így a kettő együtt így kiszakadt. És azt is tudom, hogy ez kellett, tehát hogy a Jóisten ezt akarta, hogy én ezeket kimondjam. Hogy ezeket a... Tehát, hogy Isten úgy is tudja, mi van bennünk, és ő örül neki, ha őszinték vagyunk, akkor is, hogyha ilyen szörnyű dolgokat mondunk. És utána, amikor így kiabáltam magam, akkor azt mondtam, hogy most kérlek, Isten, te mondjál valamit. És akkor kinyitottam a Bibliámat, és a János evangéliumból az a rész volt, amikor Fülöp apostol azt kéri Jézustól, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és erre azt mondja Jézus, hogy mikor fogjátok már megérteni, hogy az atya és én egy vagyunk. És ez a mondat nekem, én innen szábítom a felnőttkori hitemet, most is még borsozott a hátam, ahogy kimondtam. Tehát, hogy akkor esett le nekem, hogy Isten saját maga halt meg a kereszten, és saját magát kínoszta halálra értünk, és hogy mert Jézus és az atya egy, és hogy amikor én sírok és siratom a kisbabámat, akkor ő is ugyanezt a veszteséget éli át, és ott sír velem, és hogy egy ilyen, tehát hogy egy ilyen hihetetlen együtt szenvedő, bennünk élő Istenünk van. És utána, amikor kértem, hogy de még adjon segítségeket, akkor a legszebb dolgokat akkor kaptam, amikor kértem, hogy mondja el, hogy miért volt ez jó, hogy ezt a kisbabát meghívta az életre, és utána meg visszavette. És akkor volt a kivonulás könyvéből egy rész, amit kaptam, hogy íme elküldöm angyalomat, hogy előtted járjon, és őrizzen téged, és elvezessen arra a helyre, amit neked szántam. És ez nekem egy olyan gyógyszer volt, hogy tudtam, hogy ez a kis lány, akit most elvesztettünk, hogy ő ott van az atya ölében, és hogy értem imádkozik, és hogy ő nélküle nem tudnék eljutni, mert annyira gyenge vagyok. Nélküle nem tudnék eljutni arra a helyre, amit nekem szánt az atya. És ez most is mindig annyira jó érzés, hogy tudom, hogy ketten biztosan állandóan imádkoznak értem a mennyben. Aztán további részek, annyira gyönyörű részeket kaptam a bölcsesség könyvéből, ami arról szól, hogy az Isten szemében teljesen más, az olyan jó lenne pontosan idézni, hogy az Isten szemében teljesen más az életnek az értéke, és hogy amit a világ úgy lát, hogy valaki fiatalon halt meg, hogy az valójában teljes életet élt.
és hogy az az élet, ami értetlennek tűnik a mi szemünkben, az az Isten szemében egy nagyon értékes élet, ami megfutotta a pályáját, és most beért a célba. És aztán ez tényleg így be is igazolódott nekünk, hogy az ő, ez a kis 3 hónapnyi élete ennek a kislánynak, ez ilyen hihetetlen, nekünk hihetetlen ajándékokat hozott meg, hát tényleg neki ez volt az életének a küldetése, hogy bennem begyógyítsa ezt a sebet, hogy amit az előző vetélés okozott, tehát hogy ő megtanította arra, hogy higgyek sokkal jobban abban, hogy aki meghalt, az is él, hogy velünk van, hogy a szeretetnek nincsenek földrajzi, meg fizikai határai, hanem a szeretet az mindezeken felül van. Tehát, hogy akit szeretünk, az velünk van. Kicsit máshogy, mint amikor fizikailag velünk volt, de hogy abszolút velünk van. És ez nekem aztán olyan segítség volt akkor is, amikor az édesapámat elvesztettem 1 évvel ezelőtt, mert tehát őt is, amikor elvesztettem, akkor utána ott voltam a Szentségi imádáson, és hát ott nagyon sírtam, és mondtam Jézusnak, hogy nem tudok aludni, annyira megrendítő. Tehát nagyon, nagyon szörnyű látvány volt az utolsó időkben, és nem tudtam szabadulni attól a látványtól, attól a végsőkig elgyötört test látványától. És akkor, amikor ott voltam, néztem az oltári szentséget, akkor így megjelent egy ilyen kép a fejembe, mint egy gondolat, úgy kell körülbelül elképzelni, hogy így azt láttam, hogy ott van az oltári szentség, és hogy az egyik oldalon az apukám simul oda az arcával, a másik oldalon én, és az apukámat ilyen nagyon fiatalnak és nagyon boldognak láttam, tehát így ragyogott az arca, és nagyon mosolygott. És hogy tényleg, tehát az oltári szentség az, ami elválaszt és összeköt a meghalt szeretteinkkel. Tehát, hogy amikor áldozunk, akkor velük is találkozunk, meg ugye a misében az egész egyház együtt van. A dicsőséges is, és a küzdő egyház is. Hát ezek nekem ilyen nagyon fontos, nem is azt mondom, hogy élmények, hanem tapasztalatok, mert tényleg tapasztalatoknak mondanám. Amikor arról beszélgettünk, hogy milyen sokat szolgáltál te a családod felé, ugye a házi munka kapcsán, akkor most meg úgy látom, hogy mások szolgálata milyen jó állapotba tudott téged juttatni. Persze nyilván Isten használta föl őket, csak hogy én így látom ezt az életedben, nem tudom, hogy te hogy látod. Nagyon, igen. Tehát én nagyon nagy ajándéknak gondolom ezt, hogyha szolgálhatunk. Azt szeretném még tőled kérdezni, mert nagyon sokat beszéltél erről, hogy kapsz a Szentíráson keresztül vezetést Istentől, tapasztalod a jelenlétét. Mi van akkor, hogyha nem? Ha nem szól az ige, van olyan, hogy nem szól? Igen. Van olyan, de akkor azzal is mond valamit. Na, mit mond? Tehát nekem volt olyan, hogy például, hogy így annyira kértem, hogy most mondjon valamit egy ügyre, és akkor kinyitottam, hogy hagytam, azt tudtam csinálni, hogy így átadom a szentírásomat, hogy Jézus, te nyisd ki ott, ahol akarod. Tehát, hogy én csak így hagyom, hogy kinyíljon. És akkor a tartalom jegyzik. Tudod, erre azért sokan azt mondják, hogy ez azért egy veszélyes játék, mert mi van, hogyha egy olyan rész van ott, hogy menj és köst föl magad, csak igen, hogy éppen a szövegkörnyezetet is nézni kell. Igen, menj. Igen, van, aki ezt mondja, hogy ez egy veszélyes játék lehet, nem tudom, de nekem eddig mindig működött. Tehát nekem csodálatosan működik ez, hogy így hagyom. Volt olyan, hogy, ja, szóval ez a tartalomjegyzékre visszatérve, hogy ott azt éreztem, hogy ez az én döntésem, hogy rám van bízva. Aha. Tehát, hogy olyan, nagyon, és nagyon jól esett akkor ez,
hogy ez most az én döntésem. De volt olyan is, hogy például kiültem a szabadba, és ott akartam olvasni a Bibliámat, és szél volt, és így próbáltam olvasni, és állandóan ellapozta. És egy idő után már idegesítő volt, és azt mondtam, hogy na jó, akkor Jézus, hogyha ha te most ezzel széllel akarsz nekem valamit mondani, akkor lapozod, ahova te akarsz. És így hagytam, hogy a szél lapozza, és annyira jó volt, hogy ott állt meg, egyszer csak így megállt a lapozás, és az a, talán a 45. Zsoltár, ez a, hogy a jöjj leányom, a király kívánja szépségedet, és nem tudom, ez egy ilyen gyönyörű leírása igazából egy királyi esküvőnek, de hát az egyértelműen az Istennek ez a rajongó szeretete. Hát, sose fogom ezt elfejteni, tehát annyi, úgy éreztem, hogy így szétömlik, így elolvadok, tehát egy annyira nagy szeretet, hogy ebből. Szóval így, sok ilyen játékom volt már, de nekem ezek mindig működnek. Ez a ilyen gyermeki hit jut erről eszembe. Hát annyira volt, hogy az egyik gyerekem mondta, hogy hát, hogy ez neki, hogy ezt nem tudja, hát akkor neki mit mond Isten, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor nézzük meg. És akkor mondtam, hogy Jézus, akkor most mondj valamit, hogy mit akarsz ennek a gyermekemnek mondani, és akkor így kinyitottuk, és az volt ott a Jézus keresztelkedés, hogy íme az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. És akkor így annyira, te ez mit lehetnék hozzátenni? Tehát egy ilyen, de mostanában sokszor a Janival szoktuk azt csinálni, hogy úgy megyünk a szentségimádásra, hogy ott kérünk egy evangéliumi részt, hogy valahova vezessen el Jézus, és arról beszélgessen velünk. És pont ezzel a szolgálatra visszatérve, hogy volt egy ilyen rész, hogy én a lábmosást kaptam. Tehát, hogy arról beszélgessünk Jézussal, és elolvastam, és ez a szemlélődő, ezt a Szent Ignáci szemlélődő imát szoktuk így gyakorolni, hogy az arról szól, hogy próbáljam meg beleélni magam, hogy én ebbe a történetben most ki vagyok, és mit akar Jézus nekem tanítani, vagy mondani. És akkor én így gondolkoztam, és mondtam Jézusnak, hogy hát, hogy én nem tudom, ki vagyok, hát, hogy a csupa férfi ott a lábmosásban, csupa szakállas, egyik sem nagyon akarok lenni. De mondom, hogyha muszáj választani, akkor valamelyik olyan apostol vagyok, aki elbújik valahova a kínjába, mert nem akarja, hogy megmost a lábát, és hogy így várja, hogy ez a kínos helyzet elmúlja valahogy, de ugye nem mer elmenekülni, mert túl jól nevelt ahhoz. Ahogy mondtam Jézusnak, hogy ez vagyok én. És akkor onnantól kezdve valahogy megelevenedett az egész történet így a képzeletembe, és így láttam így a képzeletemben, hogy így jön felém Jézus, hozza a vízet egy tálba, meg még a törülközőnek az anyaga is, hogy előttem van egy ilyen durva szövött ilyen vászon, és hogy még arra, az is az orromba volt, hogy gyöngyvirág illatú szappan volt. Ezek csak az ember képzeletének a játékai, de nekem ezek akkor is fontosak. És akkor Jézus leült, ilyen nagyon kedvesen, és várt. És annyira jól esett, hogy nem mossa meg a lábamat, amíg nem akarom. És azt mondta nekem, hogy látja, hogy van kérdésem, és hogy nyugodtan tegyem föl neki ezt a kérdést, és az is olyan jól esett, hogy éreztem, hogy tényleg van kérdésem, és hogy nem tudom most megfogalmazni, de hogy tényleg van, de hogy olyan jól esik, hogy ezt mondja. És akkor olyan türelmesen várt, hogy szép lassan így eszembe jutott, hogy mit akarok kérdezni, és az egyik kérdésem az ez volt, hogy azt értem, hogy az egymás felé való szolgálat, hogy az egy ilyen hihetetlen fontos és értékes dolog, mert a lábmosás is erről szól, hogy azt mondja Jézus, hogy így szolgáljatok ti is egymást, de hogy van-e a szolgálaton kívül
más is, amit csinálhatok, vagy csak a szolgálat marad. És Jézus nem mondott semmit, csak mosolygott. Aztán volt még egy kérdésem, amit föltettem, azt most abban nem megyek bele. És akkor utána, amikor elmondhattam a kérdésemet, mert nekem már az nagyon megnyugtató volt, hogy ezeket kimondhattam, és aztán egy időig így csöndbe csak így ültünk, néztük egymást, és akkor mondtam Jézusnak, hogy de most válaszolnál. És akkor azt mondta, hogy igen, hogy nagyon fontos, hogy megmossam a többiek lábát, de hogy a saját lábamat is meg kell mosni. Tehát, hogy magam felé is kell szolgálni. Tehát, hogy magamat is ugyanúgy embernek kell nézni, mint a többieket. És nekem ez is annyira... Hát én nem néztem, hogy akkor ott is sírtam. Hát én ilyen sírós vagyok. Hogy annyira jól esett, hogy ezt mondja. Tehát, hogy nagyon jó az, hogy szolgálunk, mint anyák, de hogy magunkat is, tehát a saját igényeink is iszonyú fontosak, meg hogy magunknak adjuk azt, amire szükségünk van. És ez olyan jól esett, hogy ő ezt így látja, hogy én is fontos vagyok. Szóval ez még úgy hozzátartozik ez a szolgálat részhez. Ez egy szép lezárás lehetne, ha csak nem akarsz még valamit mondani. Most igazából, amivel nekem így tele van a szívem, az a tegnap előtti nap élményem. A YouTube-on láttam egy kis filmet, pár perces filmet, egy olyan katolikus szentről, akiről soha nem hallottam, aki 4 évesen halt meg, 4 évesen. Egy kis ír kislány, aki árva, és olyan ajándékokat kapott Istentől, hogy azok a nővérek, akik hát így gondozták egy árvaházban, hogy ők ott ültek az ágyánál, és állandóan hallgatták, hogy miket mond, és hát ilyen borzasztó szenvedések között már haldoklott 4 évesen, és akkor megkérték a püspököt, hogy adjon engedélyt, hogy megáldoztathassák, hogy lehessen első áldozói 4 évesen. És a püspök megadta az engedélyt, és áldozott, és aztán 2 hónap múlva meg is halt. És aztán 1,5 év múlva exhumálták, át akarták vinni a nővéreknek a temetőjébe, mert annyira szerették, hogy megkérték, hogy a falu temetőjéből hadd kerüljön be oda az ő temetőjükbe. És akkor, amikor exhumálták, kiderült, hogy teljesen éppen érintetlenül megmaradt ez a kicsi test. És hát gyönyörű, tehát annyira szép az a kislány fényképek, ez 1903-ban született, tehát 1907-ben vagy 1908 elején halt meg, és annyira hatás alatt vagyok ennek az egész történetnek, hogy mennyire csodálatos az Isten, hogy mennyire szereti a kicsiket és a láthatatlan kis elrejtett életeket. És ráadásul a mai evangélium is az volt, hogy áldalak, atyám, mert hogy ezt a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki, nem a bölcseknek és az okosaknak. És nekem így, most így ez lenne az utolsó üzenetem, hogy ennek a rejtekben való életnek, meg a kicsiségnek az ajándékát így át tudjuk élni, hogy ez az Isten szemében mennyire értékes, meg az oltári szentség. Az ajándéka, hogy az azt szerintem az a legeslegnagyobb ajándék, amit kaphat ember. Köszönjük szépen, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves hallgató, ha tetszett a beszélgetés, kérlek hozd meg másokkal, és tarts velem legközelebb is. Kövess adásokhoz kapcsolódó Facebook oldalt, keresd így, Isten élmények sallang nélkül podcast. Ott megtalálod az összes adást, sok értékes tartalmat, idézetet belőlük, és ajánlókat. Ha van ötleted, hogy kinek az Isten élménye kerüljön adásba legközelebb, ne tartsd magadban, kérlek jelezd. Én alig várom a következő beszélgetést, remélem te is.